110 éve született Bogdánffy Szilárd, Nagyvárad és egyben Erdély első boldoggá avatott püspöke. A 42 évesen a kommunizmus áldozataként elhunyt egyházi vezető tiszteletére alapították a hit szolgálatában érdemrendet. Az egyházmegyei kitüntetést idén Lakó Eszter vehette át, aki a vértanú püspök kitartását és helytállását követve részt vett a váradi katolikus közösség építésében, valamint példát mutatott a keresztény értékrend megtartásában és erősítésében. Ezt az erényt, a helytállás hűség kegyelmét és erényét akarjuk megtanulni, és egyben az ő segítségével gyakorolni. Tudván azt, hogy nem a mi emberi erőnkre építhetünk, hanem az Istennel való kapcsolatunkból meríthetjük azt az erőt, amire minden nap szükségünk van azért, hogy ne hátráljunk meg, és előre nézzünk, és bátran tegyünk is azért, hogy ne csak múltunk, hanem jövőnk is legyen.